Szóval még nincs kávé, de lesz. Mikor? Jó munkához idő kell. Aha. Van még benne annyi, hogy tudok egyet inni? Nincs. Szerintem van, de én még valami összeszedem a földről, vagy nem tudom. Én át fogok menni, és meg fogom magamat hivatni. Jó, hívass, mert hozzám egyet nekem is. Én egy lépést nem vagyok hajlandó tenni. De miért neki? Van kávéjuk? Biztos? Ezt honnan tudod, hogy van kávéjuk? Mindig van náluk. Mindig van, láttam, ahogy hívják a Facebook oldalukon. Én azt hittem, hogy lóvas egy kitelepülés mindig ott van. Úgy most látom, hogyha van a szendvicsezőjük, akkor az is megvan. Én megnéztem a képeiket, ott van Fittikém és a Ferenc Józsi. Igen. Nálunk bemelegítő ember, nálunk egy csomó műsoromba tapsoltat. Hogy szóljatok már egy-két, dobjon már 3 kávét, mert elromlott a kávégépünk, hogy elfogyott. Jó? Üzenjük Fittikének, hogy dobjon már 3 kávét, mert nincs kávénk, basszus, hogy nem hoztam. Adjátok már a bocséknek. Tehát úgy érte, hogy gondoljon a jövőre, az esetleges későbbi. Gondoljon a jövőre, ha szeretne. Buda tétény. Meg tudjuk olajozni azokat a kerekeket. Ha érti, mire ha gondolsz. Tudnak azok a malmok gyorsabban is őrülni, hogy egy-két őszi produkcióban, hogy jöhessen 3 tapsolni. 3 jó szendvics, 3 jó kávé. Hamarabb menjen az utalás. Te nem vagy flomos véletlenül? Fitikém, ha akarsz jönni, még bemelegíteni. Egy-egy nagy élősóra X-faktora. Nagyon gyorsan dobjál 3 kávét nekünk, mert nagyon-nagyon nincs kávé, a Bali nem hozott. Adjátok át nekik, légy jó. Miért van ott Fitikém egyébként? Ilyenkor a reggel most nézem a képeket. Embernek. Az nekünk nem? Pont jó. Hát az kell, hogy ide rohanjon 3 jó feketével. Ó, elmúlt már fél hét pontosan 3 perccel, itt vagyunk a Grupa Marinában, és nem sokára jön a Legyél a gól játék közben. Azért jöttek SMS-ek, ezt figyeljétek. Sziasztok, kényszerből Balázsékat hallgatom Miskolcon, vagyok, azt beszélik, azt akarnak menni hozzátok az arénába kávézni, vagy kávét kérni, mert nekik nincs. Péter Miskolcról. Másik SMS, Füri, Balázsék kuncsorognak kávéért, küldjetek már neki 3-at. De tényleg nem tudunk kávét szerezni a Balázséknak? Biztos tudunk. Itt vannak a szomszédban. 3 kávé kéne. És fej van a Balázs, hát a fölveszi. Tehát át is jöhetnek, csak akkor regisztráljanak. Küldjünk nekik. Facebook oldalán. Várjál, nem küldjünk nekik, most itt ne zavarjanak bele. Én megpróbálom felírni, hogy kell kihangosítani, így, ugye? Uh-huh. Elvileg pont hosszú hírekben vannak, úgyhogy fel is tudja venni. Most csönd, jó. Balázs? Nacső. Bocsi vagyok, a szomszédod. Tudom, hát ki jelezt aztán. Figyelj, adásban vagyunk, Balázs most kihangosítottalak a mobilomról, hallom, hogy kávé kéne. Adásban, jó, igen. Mondtam valami rondát. Nem, de hogyis kávé kéne, hogy szereted, drága Balázs? Figyelj, nem tudom, elfogyott a kávénk, és tudod, itt vagy te passzom. Küldünk, annyi van itt, a popcorn is van. Aha. Mert mindig van nektek minden a kitelepüléseteken, tök jó. Igen, én hallom, hogy milyen borzalmas körülmények között dolgoztok ti. Figyú, 3 kávé? Így jó lesz? 3 kávé? Jó, 3 kávé, nagyon jó. Jó, és a Rákóczi Ferét megnyalogathatja a Bella Gabi előtte? Figyelj, nem, akár mást is csináltok a Feri kávéjával. Jó, akkor Dani, te jössz, tudod mi a dolgod. Egy kis időt adjatok. 3 kávé. A drága jó vadon úr, hogy szereti? Ő nem szereti a cukrot. A kávét, a bocsi kérdezi, adásban vannak. Egy édesítő, egy tejszín, tudod, mindig francolsz. Jó, valaki írja föl, egy édesítő, egy tejszín a jó vadon úrnak. Dani keverje meg a kis ujjával. Okay. Meg a kis. Így lesz, Jani. Oké, akkor egy picit ilyen habosán lefetyeli a Rákóczi Ferejét a Gabi a nyelvével, ugye? A Ferejébe lefetyeljetek bele, jó, nyugodtan. És a tiéd, Balázs. A Gabi nyugodtan. A tiédet én küldöm. Jó, nagyon drágák majd. De mit, hogyan szeretnéd a tiédet? Tessék? A tiéd az milyen legyen, mondd már el. Figyelj, nekem se egy kicsit ejsziha van. Meg egy cukor. Már cukrunk az van, meg ilyen édesítőnk, bármi. Csak úgy simán fekete, ha átküldöd, az jó. Jó, de rendben. Jó, ki viszi át? Lányt kértek, vagy fiút? Átviszem én. Átviszem, Gabi? Hát én. Jaj, a nagy találkozás! A nagy találkozás! Átviszi a Gabi, óriási! Várj, most nem nagyon hallottuk. Balázs, figyelj, akkor küldjük a Gabit, az jó? Jó, okay. Nagyon jó. Oké. Okay. Ölellek benneteket. Jó van, jó munkát. Hello, sziasztok. Hello. Ez nagyon vicces. Hát, Gabi, akkor te jössz. Hát jó, belállalom simán. Valaki azért fotózza le már. Amikor a nagy szerelem újra egymásra talál. Na jó. Újjön indító. Reggel 6-tól 10-ig. Élőben a tiéd a pálya karriernapról.
Bella Gabi elindult ugye Balázsékhoz, akik ugye kávé hiány nagyon nehezen tudják ezt a reggeli műsort abszolválni, és Gabi a megfelelő három pohárral és némi kis kajával kiegészítve elindult a Balázsékhoz. Igen, egy elég gazdag tálcát kínáltunk fel Balázséknak, tehát nem volt. És pénzért volt. Tehát, igen, tehát ezért fizettünk rá. Költöttünk rá, így van. Ez a hallgatók jelezték SMS-ben egyébként, hogy kávé szűkében vannak. Egy kis ropogtatni való volt rajta, azt hiszem popcorn. A srácok elmondták, hogy hogyan szeretik a kávét, úgyhogy Gabi videó kísérettel elindult elvileg hozzájuk. Azt tudni, hogy nem vagyunk messze tőlük, tehát nagyjából egy 5 perces séta. Kíváncsi leszek, hogy mit kezdenek majd Gabival, vagy hogy Gabi mondja ott időjárás jelentést, remélem, hogy megkérik. Egyébként én úgy tudom, hogy a Facebookon élőben közvetítjük ezt pontosan a jelenetet, függetlenül attól, hogy itt most mi történik. Szóval... Egy pillanat, most itt közben azt mondják a fülemre, hogy belépett Gabi a stúdióba a Balázsékhoz. Akkor egy picit, hogyha itt a kollégák... Nem mondjátok komolyan! Hello! A mindenit! Hello! Megjöttek a Music FM-esek gyerekek! Így voltunk hosszú éveken át. Tényleg? Hoztatok nekünk kávét? Hoztunk rövidet is, hosszút is, meg egy kis popcornt, ez különösen Földes Ádám lett nekem. Ugyanek elárulja, hogy nem mi fizettük. Hogy a legdrágább popcorn a világon, úgyhogy ugye értek. Ezért átnézettük, mint sem megmérgezve, ha a Földes vette nekünk. Megvárunk még egy-két szellemeskedést, vagy folytassuk. Bocsánat, hogy egyszerre beszél mindenki. Igen, jó, hát ez nyilván náluk adásunk kívül történik, akkor most újra visszatérünk ide. Közben írták a hallgatók, és mondjuk, akkor dobjatok már nekünk egy kávét, majd Bali ígérei a kávét egy hete, de nekünk nincs nálatok, majd mindig van egy csomó minden. Igen, most két helyről is, hát most ez a legközelebbi helyről érkezett a kávé, úgyhogy van rövid is, hosszú is, meg egy kis cukor, de azt mondtátok, hogy ez mintha lenne nektek is. Van cukrunk, van cukrunk. Jó, tényleg gépi kávét isztok? Nem, a VIP-ben nekünk van jobb is, de abból nem akartunk bozni. És mondta Bocsi, hogy akkor gyere, tem? Igen? Hát én ajánlottam fel, hogy ja, körbenéztek. A küldték abból a szedből, ami ja, az van. Igaz, egyébként a legcsinosabb, jött, igen. Kimenjünk. Kimenjünk esetleg. Nem kell. Megoldjuk. Köszi. Mi jó? Tehát mi ott, hogy nem találkoztatok egyébként? Így személyesen rég volt? Egy éve? Körülbelül, ja. Tényleg? Néha így megiszunk egy kávét, van egy telefon, egy évben egyszer, azt hiszem. De jó. Ezt mindig te kezdem, érzed, mert én elfelejtem a születésnapot. Neked lehet exekkel beszélni? Igen. Nem? Egy időben lehetett, aztán eltűntek a számok a telefonomból. És az exek is. És aztán az exek is, és az exek is szép sorjában valahogy nem tudom. Már úgy nem nagyon jelentkeznek. Egyébként ezt a szép találkozást lehet követni az interneten is. Komolyan? Élőben közvetítünk. Élő közvetítésetek van most? Három ember itt minden GoPro-val, telefonnal. És ez a weblapon miért nem látszik, mert én próbáltam. Én megpróbáltam. Nem, hát nyilván a miénken keresett. Ott kereste. Ja, Facebook oldalon. Hát ez nagyon helyes. Hogy jött a Music FM? Tessék? Élő közvetítés. Már pénz is van benne? Most már igen. De nagyon-nagyon aranyosak vagytok, nagyon szépen. Köszönjük. Örülünk a kezdeményezésnek. Milyen a buli a másik oldalon? Nagyon jó, sokan vannak. Sokan vannak? Igen, meg nagyon jó játékaink. Csak a nemzetközi buszállomáson már. Csak mondom, hogy ne keverjünk össze. Elül vannak sokan. Ja. Most éppen ilyen focilabdának öltözve lögdösik egymást a pályán, de nagyon vicces. De láttam a Fittikémet is beengeditek, hát azért mindennek van határa. Már őt is olyan jól néz ki Fitti. Tényleg? Kös nyakkendője van, meg minden. Komolyan? Nagyon. Jó van. Akkor ő hozott, vagy küldött ő is kávét, akkor jöhet még tapsolni hozzánk. Cukik vagytok. Csókoltatunk mindenkit a másik oldalon. Jó? Drágák vagytok, köszönjük szépen. Szendvicset is kaptunk? Azt nem, de popcornt azt osztunk. Nagyon jó. Hát tényleg cukik vagytok. Köszönjük, puszi. Köszönjük. Sziasztok, ciao, hello. Szia Gabi, köszönjük. Hello, ciao, ciao. Jól nézek. Gyere, édesem. Egy kibékülő szex, nem? Már biztos meg volt. Mi jó is az, jó is az. És egyszer a Gabi is akarta. Milyen jó lesz. Gyere vissz. Ugye? Nagyon helyre kis popsia van. Nagyon kis kerekecske gombocska. Hát béka, téged szeretlek, tudod. De azért egy hármastól nem maradsz. Ugye? De lányok, 7-12. Ti csak játszottok egymással. Ja Istenem, na. Akkor adjatok egy kávét, Léci. Hát ha már küldtek kávét... Rövidet vagy hosszút kérsz? Egy rövidet. Egy jó rövid kávé, ez nekem elég most. Tessék. Köszönöm szépen. Jáno? Komolyan mondom, küldtek kávét. Hát milyen rendesek? Ez melyik filmes sajtó bebuntatóról maradt meg ez a patogatott kukoricát? Beleszek. A Földes Ádám nálunk is dolgozott, még a Danubiusban is. Igen. Óvatosan azzal a popcornnal, nehogy valami legyen. Valami más is legyen. A bocsék, azt hiszik, nem vagytok élőben. Mi, hogy eljátsszuk az élőt?
Vagy hogy várj, mivel bizonyítsuk be, hogy élőben vagyunk, vegyek fel egy briket magam elé, vagy mondjuk olyat, amit élőben biztos nem tudom. De élőben, abszolút élőben megyünk, és élőben jöttek ők is be. Nagyon helyesek. Hát ez, figyeljetek, ez mi ezt is félig humorból mondtuk, de kaptunk kávét. Látjátok, hogyha Bali nem hoz kávét, akkor is van kávé. Jó, most mondasz, hogy ezt is te intézted. Picit elintéztem ezt nem most volt így. Egyszerű, nem volt egyszerű, hogy szervezél egy Music FM-es kitelepülést a szomszédba, de egy kávéért. De egy kávéért. Kávéért mindent. Egy kávéért ez is. Jaj, nagyon jó, nagyon szépen köszönjük tényleg még egyszer. Igen. Figyelmesek vagytok. Itt majd valahogy adták viszont. Adták adásban, azt írja a hallgató. Ezt. Adták adásban. Bennünket, de hogy? Gabin volt egy mikrofon? Szerintem nem, de nem tudom, vagy átvett, mert úgy nyilatkozta, bocs, hogy halhatóan ez egy káosz, le is keverte a találkozótokat. Aha, na jó. Aha, nagyon jó. Megnéztem a Facebook oldalokon a felrakott fotókat, és az egyik éppen az látszik, hogy a bocsi az egyik kávéba belenyal, és sajnos az a baj, hogy minden pohár egyforma. Ó, basszus, biztos én iszom. Akkor. Ez biztos én kaptam, remélem más nincs benne. Közben Gabi meg ugye megérkezett. Visszajöttem, igen. Visszajöttem a szomszédba. Na, nagyon aranyosak voltak egyébként. Milyen volt az egyik szerelemmel újra találkozni? Kicsit megropogtattuk egymást. Megropogtattátok? Igen, megölelkedtük egymást. Ja, nálatok volt egy ilyen brutális pár voltatok? Tehát ez a hazudás, hogy jól pofán verem, és ő örül meg. Ez már csak ilyen baráti ropogtatás volt. De, aha. De nem volt benne agresszivitás, hogyha erre gondolsz. Semmi nem moccan meg benned? Nem. Bár Balázs felajánlott, hogy itt lenne az ideje egy békülő szexnek. És van erre szobájuk ott? Azt nem tudom, lehet. Nem néztem ennyire. És melyikőtök mondott nemet? Mind a kettem. Tényleg? Illetve azt hiszem, mint hogy a Rákóczi azt mondtam volna, hogy mintha már túl lennénk rajta, de már éppen jöttem kifelé. A békülőn is, igen? Istenem. Na hát mindegy, meg volt, úgyhogy nagyon aranyosak voltak, örültek. Pedig maradhattál volna még. Kicsit reklamáltak, hogy gépi kávét vittünk. Mondtam, hogy jó, nekünk van jobb is a VIP-ben, de abból nem akartam hozni. Legyen elég. Jó, hát most tényleg legyen elég, tehát kunyizunk. Egyébként meg kaptak egy vízforralót, és most kaptak kávét is, úgyhogy most már rajtuk lenne a sor, hogy valamivel meglepjenek minket. Igen, ahogy a Balázs egy valamelyik cikkben leírta, hogy milyen körülmények között dolgoznak, nekem olyan semmilyen darab nem kéne abból a stúdióból. Nem, hát nyilván nem onnan, hanem valami egyébben. Jaj, tudom, a szelektív szemetet lerakja a házam elé, ez fenyeget.